Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Elérkeztünk a mai műsor utolsó témájához, és nem véletlenül hagytuk a legutolsó óránkra, hiszen ugye ma már többször hangsúlyoztuk, de azért fontos újra és újra felemlegetni, ha véletlenül nem tudnátok, augusztus 31-e van, a nyár utolsó hivatalos napja, úgyhogy igen, a műsor végére tartogattuk a nosztalgiázás részét számotokra. Mert hogy szeretnénk megnézni, hogy mitől volt jó, vagány, szerethető, emlékezetes, és mitől lesz majd esetleg nosztalgikus az idei nyár mindenki életében, és bár nem tudom, közélet szempontjából, vagy úgy minden tekintetből is lehetne azért a nyár kapcsán újdonságokról, vagy aktualitásokról beszélni, mégiscsak az a legfontosabb, hogy itt első körben, stúdión belül, kinek miért volt fantasztikusan zsenomenális a 2022-es nyár? Hát én nem tudom, nekem már olyan rosszul esett eleve az, amikor azt mondtad, hogy nosztalgiázunk. Olyan, hát igen. Ugye, tehát, hogy tényleg az ember, én valahogy mindig úgy vagyok, hogy én mindig azt várom, hogy kezdjenek el virágozni a fák és zöldejen a rét, és onnantól tényleg valami elkap, valami jó hangulat, valami igazán vagány dolog, és akkor, ahogy jön az ősz, úgy mindig azt mondom, hogy de mint hogyha most vártam volna, és akkor már megint kezdem várni. Arra is figyelnem kell, hogy ne várjam túl korán, mert amíg még a dió nem hult le mondjuk a fáról, addig még nem kéne várni a következő nyarat. Na de visszatérve, nagyon-nagyon jó nyaram volt. Jaj, de jó, miért? Tehát valószínű egyrészt azért, mert voltak a korlátozások, és akkor azok a nyarak egy picit másként alakultak, mint ahogy szokva voltunk vele, illetve valószínű, hogy pont ebből kifolyólag egy picit az ember úgy érezte, hogy kell pótoljon valamit, tehát én ilyen hosszút tényleg nem nyaraltam, soha-soha életemben, tehát 3 hetet csak nyaraltam, ami természetesen a szakmámnak köszönhető is, hogy a színészeknél a nyár hosszabb, és nektek köszönhető, hogy elengedtetek 3 hétre, és nem vertétek a fejemet és a messengert. Bár néha-néha rám írta... Azért, hogy átment volna a fejünkön. Bence néha-néha rám írta, hogy kulák. Tehát, hogy... De nagyon élvezte, jó szó. Igen. Tehát a szégyen legkisebb. Kérdezte, hogy bejövök-e holnap, és akkor írtam éppen, hogy most épp Bulgáriában vagyok, vagy Bécsben vagyok, vagy Balatonon. Mondjuk vagy, akkor azt és hiszem, akkor mindig írta vissza, hogy kulák. Azt hiszem, hogy ehhez képest most már egy főleg utólag én is bevallhatom, volt az a 2 hét, amikor pont egyszerre mentetek el Bence, te meg Jocó nyaralni, akkor mi Endrével szó szerint műsort készítettünk arról, hogy mi is az a sárga irítség, mert hogy mi itt meggubbasztottunk mindeközben. Na de ez jó, 3 héten keresztül nyaralni az... Igen, és ugye a tendencia, most olvasom, hogy az volt, hogy mivel valószínű, hogy nagyon sokan voltak túl voltak terhelve a tengerparti nyaralók, ezért nagyon sokan a hegyekben is nyaraltak, valószínűleg ezt még megemlítjük később, de hogy például én azt mondom, hogy az teljesen normális, vagy hogy én is kívánkozok most már lassan nyáron hegyekbe. Uh-huh. Nem voltam. Én nagyon szeretem a folyópartot, tehát hogyha nem tenger, akkor legyen valami, tehát valami víz legyen, nem feltétlenül azért, hogy fürödnie kell, hanem csak, hogy ott csordogáljon egy patak, vagy valami, de az hegyen is van, tehát végül is patak, az létezik. Úgyhogy pont beszéltük a párommal, hogy jövőben lehet megpróbálkozunk mi is egy ilyen hegyi valamivel. Uh-huh. Miért ne? Hát az teljesen vagány tud lenni. Na, Bence, nem úszod meg, mondja te is, mitől volt vagány a nyarad? A nyarom? Hát nyilvánvaló, hogy igazából 2 olyan pillanatot tudok kiemelni, ami nagyon tetszett. Az egy, hogy megérkezünk nyaralási helyszínre. Ezt úgy, hogy ezt Izlandot kell elképzelni, és nagyon szép, nagyon jó. Ez csak így mellékesen mondja, hogy Izlandot kell elképzelni. Tudod, itt lenne. Izland. Ahol forgatták a Gyűrűk urát, kérem szépen is. Nem, az Izland, ez mondjuk Új-Zéland. Nem, Izlandon is voltak jelenetek, hogy ne lettek volna. Nem az izlandiak csinálják ezt a fociba, nem szokták tudom. Közben ők is. Már vissza Endrét. Nem tudok foci kérdésre válaszolni. A múltkor összekevertem a Rapidot a Dinamóval. Igaz, hogy a Dinamót mondtam, de a Rapidra gondoltam, de a hallgatók legalább nagyon sokszor kijavítottak. Mondtam, hogy igazuk van, mit mondjak, hülye vagyok, ez van. Ja, na bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak. Igen, tehát voltál Izlandon. A legvagányabb rész az volt az egész nyaralásomból. Amikor, tehát valami iszonyat fáradtan érkeztem, és akkor egyszerűen nem tudtam már jóformán lépni se egy adott ponton.
És akkor volt az az állapot, hogy felnyitottuk a sátrat, mert egy ilyen autóra szerelhető sátor volt ez, befeküdt, és 11 órát aludtam. Mikor aludtatok utoljára 11 órát snurban? Ja, én megszakítás nélkül. Nekem már az emlékeimben is alig van meg. Valamikor... Tehát annyira jól esett, és utána, 25 éve. Utána egy felkeltem, és éreztem, hogy minden rendben van. Nem tudtam, mi hiányzott. Jaj, milyen érzés volt, úgy érdekel. Tehát tényleg milyen érzés volt? Tehát, de írt körül micsoda? Felébredni 11 óra alvás után. Komolyan. Hát, az olyan volt, hogy még a 11 óránál úgy gondolom, nem tudtam, hogy mennyi idő telt el. És akkor még úgy erőltettem, hogy még egy kicsit aludni. Aztán egy adott ponton az ember realizálja, hogy most már minden érzéken nagyon érzékszerve tökéletesebb működik. Már mindent látsz, mindent hallasz, illetve látni még nem a szemedet csukva tartod, de már mindent hallasz. Már a szaglásod is működik, már hallod, hogy körülötted nagy csend van. Egyébként ez volt a jó. Ugye kicsit azért más órában vannak, mert 3 óra eltolódás van Romániához képest. Viszont ott nem nagyon van sötét. Ugye a franc tudta, hogy éppen hány óra van. Hát hajnali 5 óra volt, amikor én felkeltem. Igen, tényleg nagyon korán feküdtem le, mert mondom, amint mondtam, ki voltam nyúlt, tehát én délután nem tudom, 4 körül, 5 körül, valami ilyesmi, tehát tudom, hogy 6 körül, mert úgy jött ki a 11 óra. De tényleg annyira ki voltam nyúlva, kiszedi az emberből ugye az, hogy például a negatívat az könnyebb elmondani, amikor Bukarestben mondták, hogy na akkor most ehhez a kapuhoz kell menni, mert innen indul a gép. Aztán egy fél órán belül mondták, hogy ja nem, ahhoz a kapuhoz kell menni, mert onnan indul a gép, és ezt így eljátszottuk. És te még a szerencsések közé tartozol, mert indult a gép. Vagy egyáltalán igen. Volt gép. Elindult a gép. Csak a gép az megérkezett egy bő 2 óra késéssel, ami azt jelenti, hogy a szálláson, ami be volt egy ilyen 4 órás, 5 órás, szinte, bocsánat, 6 órás alvás iktatva, azt nem sikerült tartani. Tehát a végén valamilyen 1,5-2 óra alvással lődörögtünk tovább, és akkor onnan már régen rossz volt minden. Na, engedd meg, hogy kössek beléd. Nem lehet, hát nem lehet azt mondani, az ember elmegy Izlandra, tehát nem Backamadarasra, és azt kérdezik tőle, és mi volt a legjobb élményed? Az, akkor amikor aludtam 11 órát Izlandon. De hadd, mert az hogy azt helyzet... itthon is meg lehet csinálni. Jó, csak hadd védjen meg, mert itthon a munka, a lakásfelújítás, a tetete is egyáltalán a mindennapi, hétköznapi létezés, meg én a belejáró gondok. Én bele akarok kötni. De ne kötözködj szegény emberre, elment aludni Izlandra, legalább tudja, hogy mi az, hogy... Ha valamit Izlandból látott-e, vagy átaludta Izlandot? Biztos, hogy látott. Biztos, hogy igen. Csak tudom, hogy látod. Persze, hogy igen. Tehát, hogy nagyon sok minden volt, ami nagyon-nagyon vagány volt, csak mondom, nekem így ez volt az első, ami így megmaradt, hogy tényleg is végre addig aludtam, amíg tudtam. Sőt, még egy kicsit addig aludtam, amíg már nem tudtam aludni, mert általában ez szokott lenni, hogy még tudnék, csak valaki elkezd kalapálni, elkezd fúrni, ugat a kutya, jön szól a postás, szomszéd vágja a fát, mert mindig akkor vágja a szomszéd. Amúgy nem szokta, csak akkor, amikor éppen nagyon kellene aludni. Én is biztos akkor vágom a fát, amikor ő akar aludni, hát ez így alap. Na szóval ilyen dolgokat. Meg hát talán az a pillanat, amikor egy ilyen ezt megelőzem, meg olyan ilyes volt, hogy megettem volna patkószeget is, amikor kihozták az izlandi kaját, az izlandi húslevest, ami, hát első pillanatra azt hittem, hogy ez valami gulyásleves, de nem, tényleg az íze az olyan volt, mint a mi húslevesünk, csak hogy tesznek bele pityókát is, illetve inkább a zöldség kockázva van, illetve furcsa mód ők birkából csinálják, és nem csürkéből, mint mi, vagy nem szárnyasból. De nincs fagyú íze. Abszolút, de figyelj, tehát nálunk de azért... honnan tudod? Mert mondta, én már kikérdeztem. Hát igen. Azt hittem, te is megjártad magad Izlandon. Nagyjából a fajjuhoknak nem nagyon szokott lenni fagyú íze. Nyilván, hogy... fajjú íze van. Fajjú. Figyelj, egy becsületes fajjúcs. Az olyan 2000 eurónál kezdődik. Én na, az tényleg, tehát annak az, igen, de utána... Úgyhogy a hús nagyon kicsi volt, amit evett Bence. Azért az jó adag volt. Kockázták a levesbe? Nem, a levesbe egyébként kockázták, igen, de úgy utána az meg már ilyen valami barna szószal volt leöntve, és nagyon finom volt. Tehát a második is abból készült. Igen, és hát az az állapot, amikor, na jó, akkor mondjam el azért az élményt, hogy amikor az óceánba, hogy beleslattyogtam. Az ember azt hinné egyébként, hogy ilyen helyen nagyon hideg az óceán, nem volt. Nem mondom, hogy nagyon meleg volt, tehát azért egy igaziból lehetett volna pucéron fürödni, nem is az lett volna a baj, a fürdés is ment volna. Valami olyan iszonyatos szél volt, hogyha kijöttem volna, akkor valószínűleg 2 perc alatt megszáradok, és egy tüdőgyulladás is benyolok ezzel együtt. Ja. De egyébként maga az érzés, hogy ott még volt mellette valamikor itt az óceán.
mondtam én is egyet, tehát sok helyen van. Ott is volt egy világító torony, és a világító toronynak nekidőlni, és csak úgy pont a világító torony ugyanis szélárnyékot tartott, és pont abból az irányból sütött a nap. Kis Bence és a kis herceg. És amikor így ülsz, és érzed az arcodon a nap melegét, az hallod, hogy süvít a szél, de téged nem érint, és nézed a hullámokat, és nézed, hogy a sirályok egy helyben repülnek, mert olyan szél van, nem tudnak arrég repülni. Szóval azért van feeling benne. Na, az jó volt. Kedves rádióhallgató, kiderült, hogy Bence milyen egy romantikus alkat. Pont erre gondoltam én is, hogy Kis Bence egy érző lény. Ki hitte volna, hogy a legszebb élményei között. Na, menjetek a francba, jó? Az alvás, a nekidőlni. Hagyjat, hogy egy kicsit, na most rágódjunk ezzel. Hát aztán olyan ritkán hallunk. Most jön kincső is, Bence, de filmen, most kincső kell meséljen. Jaj, az enyém az... Nem, a tied, hát most arról beszélünk. Meg fogsz lepődni. Mindjárt lejárt az időnk, arról akartunk beszélni, hogy ki hol nyaralt, azon belül már csak három személy tudja elmondani, hogy ki hol nyaralt. Jaj. Na. Az én legkedvesebb nyári vonatkozásom, a meg fogsz lepődni nagyon, mert ugye mi volt a legvagányabb a nyárban, címszóval indultunk el, nekem nem a nyaraláshoz kötődik, illetve hát szabadsághoz, de az az igazság, hogy egészen faramuci, buta és a rossz élmény az, ami mégis a legmaradandóbb lett. Mi jöttek hozzám unokaöcsémék nyaralni, nem tudom, 4-5 napra hozzánk egész pontosan, és bár egy csomó tervünk volt, hogy akkor ide megyünk mászkálni, oda megyünk ugrálni, így mozizunk, úgy sétálunk, úgy biciklizünk, meg rollerezünk. Első este a nagyobbik gyerkőc lebetegedett. De hát egy ilyen hányós hasmenős történet volt, ami ezt feltételezte, hogy a következő napokat azt lakáson belül kellett ugye értelemszerűen töltsük, és ilyen ápolgatós szerepkör jutott ki, és tényleg életemben szerintem nagyon ritkán féltem ennyire, mint akkor, de így utólag az a néhány nap, az mégis azt mondom, hogy az egyik legvagányabb része volt a nyárnak. Olyan szintű tapasztalásokat kaptam így én is, ugye, mert nem vagyok édesanyja. Hogy összejött a család, vagy kellett vigyázzál a gyerekre? Hogy jöttek hozzánk a páromhoz, meg hozzám jött a két gyerkőc, nyaralunk nagynényéknél címszó alatt. Csak hát sajnos na ilyen vacakul alakult, de mint élettapasztalás egy akkora tanulság volt, meg aztán így főleg utólag jártatja az ember jánya a száját, aztán amikor mentőt akartam hívni, meg szó szerint pelenkát kellett volna rajta, is cserélni, az egy másik történet, de ténylegesen az van, hogy új élmények szempontjából nekem nagyon rég volt olyan, hogy ennyire meghatározó bármi legyen, úgyhogy ha emlékezetes valami a nyárból, akkor ez leginkább. De persze jutott, mit tudom én, szép élmény is. Tehát például az Egyfesten imádtam ott lenni idén, az valami nagyon jó volt. Pont azért, amit te is mondtál, ugye, hogy az elmúlt néhány nyár, meg a bezártság, meg nem olyanok voltak a nyaralások, hát ilyen szempontból a fesztiválozás is nagyon kimaradt az életünkből, úgyhogy nekem idén nyáron az Egyfest volt az, ahol így végre ott volt Marci főnökünk, sok-sok kedves kolléga, végre olyan jól ki tudtuk tombolni magunkat, meg táncoltunk. Kincső nyaralni is a főnökkel megy azért érzed. És a kollégákkal. Igen. Arra nem mondjuk, hogy munkamán vagy. De jó volt, na hát van egy csomó jó fej kollégánk, ezt jól tudjátok, és tényleg jó volt ott a tömegben, nem tudom, Airi Mafiára, meg mindenféle jó zenére bulizni. Ezen nem olyan lesz mindjárt egy Airi Mafia koncert, úgyhogy el tudsz még egyszer menni. Igen, nekem a fesztivál az most így az idén kimaradt, pedig volt olyan nyár, amikor volt annak egy film, mondjuk a fesztiválról is, én nem tudom, rájöttem, hogy nem vagyok egy bulis ember, vagy nem tudom, egy unalmas ember vagyok, a fesztiválokról is az maradt, hogy felfedeztem, hogy van rengeteg kézműves sör, és akkor én utána nagyon happy voltam, mert rengeteg kézműves sört ittam végig, végigkóstoltam vagy 8-at, aztán a koncert nem emlékszem pontosan, hogy milyen volt. Jó volt, biztos. Én például Temesváron voltam éppen átutazóba a nyáron, és Temesváron volt éppen a jazz fesztivál, és nem voltam soha. Egy elég híres jazz fesztivál, ugye talán azt hiszem a Görönna előtti, vagy a Görönna utáni időben jelent meg ez a fesztivál, mert ott valamit összevesztek a szervezők, és akkor azt mondták, hogy na tudod mit, akkor ugyanabban az időben mi Temesvárra is szervezünk egy jazz fesztivált, de aztán lassan kibékültek, és a két fesztivál megmaradt. Nagyon-nagyon csak amerikai este volt az nap, és amerikai jazz énekesek és jazz zenészek nyomták, és olyan szinten gyerekek, hogy
és mikor tudod, a nagy téren ül, nem tudom, 2000 ember, 2000 széken, és közben körbeállják még őket, mert nagyon sokan voltak, tehát nem is gondolnád, hogy egy jazz zenének ekkora hallgatottsága lehet, de Temesvár ilyen szempontból szerintem élen jár Románia szinten. Hát mondjuk Temesvár már szinte nem Romániához tartozik, tehát, egy kicsit körbeszaglászol. Ilyen típusú rendezvényen nagyon sokan oda mennek, gondolja arra is, mert ilyen kisebb jazzfesztiválok, igen, jól tudjuk, vannak jóval közelebb helyen is, de nem hozzanak azért akkora közönséget a Temesvári. Az igen, igen, igen. És elképesztően jó volt, tehát, hogy na, csak apropó, hogy én is akartam egy ilyen koncertélményemet mondani, illetve hát nagyon jó volt a Sample koncert, vagy mit tudom én is, amin az idén nyáron részt vettem, és őket meg is hívtuk, emlékeztek ide. Úgyhogy volt egy pár, de én nekem is nagy részben, tehát maga ez a nagy fesztiválozás kimaradt szándékosan, én már nem vagyok olyan fesztiválozó típus. Egyébként az a baj, hogy én sem. Nem tudom, valamikor voltunk, ez nem igaz, hogy nem voltunk. Mit tudom, volt egy Félszeget, ahol találkoztunk még. De hát igen, most már lassan olyan 100 évnek tűnik. Vagy nem tudom, tényleg, mint egy más életben lett volna, hogy én most ugye az, hogy ott izzadjak hajnali ötig valahol, meg van, nem. Az az igazság, hogy én is azt gondoltam egyébként magamról, hogy úgy kiöregettem ezekből, meg hát tényleg évek óta ugye elmegy az ember munkavéget, vagy ha egyéb nem, tényleg tudósítás véget jó sok fesztiválra, de így, hogy bulizni lehessen, meg hogy ne legyen komoly feladat hozzákötve, én is rég voltam így, és azt is gondoltam, hogy ó, hát ez már biztos nem lesz olyan, mint 10-20 éves koromban, tudjátok. És arra jöttem rá, és pont azért is nagyon erős élmény, vagy szimpatikus, szerethető élmény ez az egyfesztes történet, hogy tényleg azon múlik, hogy kivel vagy ott. Mert hogyha, mit tudom, elmész, én és a párom elmegyünk ketten, mert érdekel mondjuk egy jó koncert, persze, hogy jól telik, meg örülök, meg ott bulizgatunk, de így, hogy nagyobb vigyázz, társaság... Vigyázz, mit mondasz, ugye, kivel ne, vagy ott, mert például, maga. Ha elmegyek a párommal, akkor az nem... Szeretnéd, hogy nevesítsem a biztonságát? Valahogy ez kezdett kikörvonalazódni abból, amit mondtál, hogy nem mindegy, hogy kivel vagy, például elmész a pároddal, akkor... De hogyha azt mondom, hogyha csak ketten mentek, hát én ezt vállalom lazán. Nem ugyanolyan, mint hogy elmész mondjuk egy nagyobb társasággal, és tényleg így jó, persze meg kell nézni a bárpultot ahhoz, hogy mi a helyzet, meg egy kis minőségellenőrzést mindig kell tartani, de azért nagyon sok minden múlik azon, hogy ott van egy nagyon bulis társaság, vagy jó fejemberek. Én például ezt is szerintem el szabad mondjam, de hát maximum majd Emőke megszíd után, úgyhogy előre bocsánatot kérek. Most ismerkedtem meg személyesen Bencő Emőke kolléganőnkkel, és az ő párjával, vőlegényével, nem tudom. Hát én életemben ilyen bulis fiatalokat azt hiszem, hogy nem láttam még. Tehát az, ahogy ők hozták például az alaphangulatot, hogy tánci-tánci, meg jó kedvünk van, az olyan ragályos volt mindannyiunkra. Úgyhogy tényleg ilyen tizenévessé vissza lehet vedleni ilyenkor, az jó. Én nem rég beszélgettem pont erről a témáról egy jó barátommal, Lőrkével, aki azt mondja, hogy ő minden évben elmegy a Sziget Fesztiválra. Hogy nem érdekel, mondom, te Lőrke, hát engem ez a Sziget Fesztivál, hát mit csinálok én ott? Én már az ilyen, és akkor ugyanezeket elmondtam neki, hogy a zaj, és hogy ott lögdösödni is, állni sörér fél órát, tehát hogy ez nekem nem való, és ő felvilágosított arról, hogy ez tulajdonképpen nem így van. Tulajdonképpen egy ilyen szigetfesztivál például, vagy ilyen nagyobb fesztiválon, ahol állandó kísérő programok vannak, reggel felkezd, letusolsz, tiszta a környezetben, stb. Emlékeztek, azt hiszem, mondta ő is, de meg én továbbadtam, hogy a hétvége volt egy kicsit húzósabb, mert jöttek a magyarok. De hogy addig, tehát nagyon civilizált emberekkel van tele a világ minden tájáról, és akkor délelőtt előadásokra jár, megnéz, utána elmegy moziba, megnéz egy filmet, tehát ez mind ugye a fesztivál területén belül, és hogy este kiválaszt egy vagy két koncertet, vannak, azt mondja, olyan koncertek is, ahol nem ez a tömeg, hanem vannak ilyen nyugodtabb, csillesebb koncertek, ahol például leülsz és hallgatod, van silent party szinte minden este, stb. Úgyhogy a lényeg az, hogy a fesztiválról alkotott képünk, Bence, ami a Félszigettel együtt jár, tehát hogy onnan hozzuk, az már nem az.
Na, ez jó, már nem olyan egyébként. A fesztivál. Nyilvánvaló egyébként. Itt az van, hogy az ilyen szállás problémák, mert én most már rájöttem, hogy kezdek nyűgös lenni. Tehát, igen, fehér ember vagyok, szeretek nem sátorban lakni, a Wigwam annyira nem jön be. Egy háromszintes lakás, hogyha lenne ott a szigeten. Az nem, de mondjuk annak is azért vannak különböző variánsai. Tehát mondjuk az, hogy be tudsz állítani egy konstans hőmérsékletet, amiben alszol is mondjuk csend van. Én erre a dologra érzékeny vagyok. Ez nem biztos, hogy szigeten. Ilyen füles, van ilyen füles. Tudod, ez na, a sima füldugó, de... Csak igen, csak azzal meg forgolódsz. Az de nem. Van a sima füldugó is, csak szólom. Sima füldugó, de hát az is, ha ráfekszel, az nem, az nyomja, egy, nem? Olyan szivacs, nem tudom, mert nem használom. Nem láttam, nyomja de. Egyébként, tehát volt ilyen, nem? Isten igaziból pont azért, mert ilyen fesztiválon egyszerűen túl hangos volt a zene, és mondtam, hogy oké, nekem az nem tetszik, hogy van egy kicsi tinnitusom utána fülsipolásom, és hát azt is hozzá kell tegyem a dologhoz, hogy a bármit gondolunk egy ilyen helyzetről, fejlődik, igen, igaza van Jocónak, meg van, mit tudom én, vannak ilyen kapszula hotelek, meg minden nyava, tehát van ezzel egy típusú, egyébként elég kulturált szálláshely. Igen, igen, ez VIP volt például a szigeten, ahol azt mondja, hogy elég távol van ahhoz, hogy most nem azt mondja, hogy teljes csend van, de elég távol van, tiszták a mosdók, tiszták a tusolók, minden annyira rendben van, ott van saját kávézója, saját kis büféje, gyors büféje, tehát hogy igazából ha azt akarod, akkor nem is kell neked állandóan bent lenni ebbe a nagy tumultusba, ebbe a nagy tömegbe. Igen, meg hát sokan csinálják, meg tudják azt is csinálni, főleg, hogy az erdélyi fesztiválokról van szó, ugye azért javarészt az összes valamilyen nagyobbacska település mellett helyezkedik el, most gondolok itt egy Vibe-ra, stb. Nagyon sokan csinálják azt, hogy konkrétan bent a városban választanak szálláshelyet, hogy legyen csend és lehessen jó pihepuha matracon aludni, például, hogyha arról van szó, aztán meg a bulis részt viszik ugye magán a fesztivál helyszínen. Én egy kicsit megvédném a félszigetes gondolatot, Jocó, amit mondtál, hogy nem úgy van, mint annak idején a félszigeten. Nekem pont 10 éves koromban, amikor jártam félszigetre, és több éven át több alkalommal, pont ez volt számomra a hatalmas meglepetés, meg jó eset, hogy tényleg nem csak az van, hogy este koncerten bulizol. Én ott éltem meg ezt, hogy beülsz délelőtt a jó hűvös légkondicionált terembe megnézni néhány nagyon profi művész filmet, ha arról van szó, vagy meghallgatni egy stand-up comedy-s fellépést, hogy voltak napközben is olyan programok, de ugyanezt el lehet mondani egyébként, nem tudom, kezdve egy Vibe-tól elegészen egy egyfesztig, mert most az egyfeszten is rengeteg nagyon vagány színvonalas történés volt napközben, amiből szintén aktívan ki lehetett venni a részt. Igen, én nem voltam már a Félsziget utolsó kiadásain, tehát az első kiadásain viszont te nem voltál. Nem, valószínű. Ott még nem volt. Nem voltak ilyenek. Nem. Vagy ha volt, nagyon kevés volt. Tehát, hogy volt egy választásod, oda elmész és meghallgatod is. Nézd, én például ilyen vagány dolgokat tapasztaltam ott először, hogy apropó nosztalgia, jó pár nyárral ezelőtt volt, de hogy ilyen vak színház, vagy nem tudom mi volt az elnevezése, de hogy bekötötték igen, a szemedet és bevittek, és igen. Különböző érzékszerveiddel tapasztaltál. Ugye? Igen. Na, hát valószínű, hogy alakulóban voltak régen is, meg most is ilyen szempontból a dolgok. Hogy egy kicsit elvonatkoztatunk mondjuk konkrét nyaralástól, vagy konkrétan a bulizós, különlegesebb nyári programoktól, úgy az átlag szürke hétköznapokban volt-e valamitől különlegesebb a nyári szezon mondjuk az őszhöz, vagy a télhez képest? Hát én 10 éves lettem, mint házas ember, úgyhogy ez is hát meghatározta egy kicsit a nyaramat. Én például nem. És az is meghatározta, hogy Bence nem. Jocó, hogy reggel felébred. Bence nem házas 10 éve. Hú, ez azért jó. Ez azért jó, mondtam magamba. Igen, lehet, hogy válaszon túl lennék ez ennyi időben. Végső soron. Ennyi időben belefér neked, Bence? Nem tudnám, nem volt ilyen dolog. Igaziból tulajdonképpen inkább ott vagyok, hogy egy elméletet tudnék gyártani arról, hogy mi lenne ahhoz, hogy ideális legyen az állapot, tudod? Jaj. Tehát pillanatnyilag ugye ahhoz, hogy ideális legyen az állapot, még egy hét szabadság kellene egy jó tengerparton. Nem volt az idén olyan tenger, amiben fürödni is lehetett.
Igen, egyébként ezzel én is úgy voltam, meg vagyok most is, hogy pont ahogy véget ért, azt mondta, hogy még egy hetet úgy tudnék maradni, azért én is lubickolni, meg ez, meg az. Az a helyzet, hogy szabadságból sosem elég. Tehát, hogy az ember, hogyha én aki három hét, én utána is azt mondtam, hogy hát azért még most hazajöttünk, mert nagyon már kívánkoztunk haza a végén, és hazajöttünk, de eltelt 3 nap, vagy 2, és már az Old partján voltunk, kisasztal kitéve, társas a szomszédok meggyőzve, ott voltunk, a gyerekek horgáztak. Tehát, hogy a szabadságból sosem elég. Ti hogy vagytok ezzel? 07-26-71-99-66. Írjatok nekünk, minket érdekel. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Hármas szabály. Nosztalgiáztunk a nyár utolsó napján, augusztus 31-én egy keveset, de hát az a helyzet, hogy a nosztalgiához, a nyári nosztalgiához az is hozzátartozik, hogy néha nem olyan szép élmények, emlékek is szóba kerülnek, ez például a kajálással kapcsolatban simán megtörténhet. Ugye korábban beszéltünk arról, hogy egészségbiztonsági szempontból ellenőrzéseket tartottak idén nyáron is. Azért kanyarodunk egyébként vissza egy kicsit ehhez a témához, mert hogy érkezett néhány hozzászólás. Bence már is elolvassa a legelsőt. Kicsit nem nevesítjük a céget, mert úgy gondolom, hogy rossz fényt vetne rájuk, és azt írta, hogy 7 óra 40-kor az egyik húsfeldolgozónál olyan szag van, hogy hasít, vajon mi az? El tudom képzelni azt, hogy olyankor valami hulladékot szállítanak, ami húsfeldolgozónál igen, elég nem jó tud lenni, és hasíthat az a szag elég tisztességesen. Benne van a pakliban, nem biztos, hogy ez egy negatív, illetve hát az a jó tudod, hogy ott van, és nem a termékeknek van olyan szaga. Na egyébként igen. Igen, Béla is hozzászólt ugyanez a témához, aki azt mondja, ez szerintem egy kicsit durvább, amit most én olvasni fogok. Van egy ismerősöm Németországban, húsüzemben dolgozik, mesélte, hogy 10 és 15 év közötti fagyasztott hús tömböket, azaz több 100 kilogrammos sakat olvasztanak ki és dolgoznak fel. Wow. Elképzelhető. Mm. Ettél már dinokolbászt? Te, hát azért nem 10-15 évvel ezen. Lehet, hogy ettem. Petrodaktilus comb, KFC igen. Módra. Nam. Lehet, hogy ugye a jégkorszak után még mindig vannak azok a jégtömbök valahol nálunk és a földgolyóbison, amit hogyha megvakargatnánk, akkor előjönne néhány comb. Igen, viszont ez durva. Volt egy műsorunk, azt hiszem kincsötte nem voltál itt, amikor Bencével pont azt néztük meg, hogy melye húsok mennyi idő után nem fogyaszthatók, és kiderült, szinte, hogy szinte minden egy év max. Ugye szinte minden egy év max ülhet fagyasztóba, és utána már nem fogyasztható. Na jó, ugye erdélyi vagy román módra azt mondod, hogy na jó, legyen abból 2 év. De azért 10-15. Igen, hát, hogy... azért az, ami még aminek még Honecker integetett Németországban, nem biztos, hogy meg akarod kóstolni. De most azon gondolkozom, mert elhiszem, amit a hallgató, ugye Béla írt nekünk, de hogyha ez egy németországi nagyüzem, akkor szerintem, de nincs az a baj, külföldre szállítanak. De még az is mindegy, na, de szerintem Bálunk azért ezt egy német ellenőrző hatóság sem hagyná szó nélkül. Tehát el tudom képzelni, hogy van az a technológia, akár a fagyasztás folyamatában, amivel ez tud működni, úgyhogy ténylegesen fogyasztható és fogyasztható legyen utána még a hús, de nem tudom. Tehát én nem tudom, tehát természetesen azt gondoljuk, hogy a nyugati országok azok mind tökéletesek, szerintem nem. Tehát szerintem Németországban is el csúszik egy-egy ilyen, és nem veszik észre, vagy na, én is hiszek ennek, de természetesen igazolni nem tudom. Meg szerintem azért az is külön, tehát fagyasztás és fagyasztás közt is valószínűleg van különbség. Nem mindegy, hogy egy otthoni hűtőszekrényben mennyi szokott lenni azok olyan mínusz 19-re van állítva. Tehát fagyasztom. Igen, ott úgy valahogy akkörül van. Mondjuk, hogyha valamit mínusz 100-on tartottak, most mondtam én is egy összeget, nem tudom, tehát egy folyékony nitrogénben tartották. Erre gondolok lehet, én is, hogy lehet, hogy megvan a technológiája. Nem tudom, de mind a hárman egy kicsit azért szkeptikusok vagyunk. Ma legyünk annyiban, hogy se a dinohús, se a 10-15 évvel ezelőtt lefogyasztott húst nem ennénk meg jó szívem. Ha már itt tartunk, akkor olvassam el gyorsan még az utolsó hozzászólást is, ugye szintén a húsfogyasztós élelmiszer ellenőrzős téma kapcsán írt nekünk a Robert, azt írja, sziasztok, sokszor már csak azért is jut az ellenőr zsebébe, hogy a büntetés kicsi legyen, és ez előnyös, mert ha van idézőjelesen látogatás,
tartás és nincs büntetés, az fura, mert olyan nincs, hogy minden rendben legyen, aztán újabb látogatásra lehet számítani, de ha van büntetés, akkor le van tudva a dolog. Az nem mindegy, hogy a büntetésben milyen számjegy van elől, illetve mennyi a zérós. Igen, ez egy nagyon szép dolog, de tudod, nem így kellene működjön. Tehát itt ez van, és szerintem most itt Robert fogalmazta meg azt, hogy mi is a probléma a rendszerrel. Hogyha van látogatás, nem kaptak semmit, akkor visszajönnek. Miért nem oké? Miért baj az, hogy nincs valami baj? Tehát miért nem lehetne valami tökéletes? Egyébként tegyük hozzá, hogy ilyenkor inkább azt kellene, hogy ajánlásokat fogalmaznak meg, vagy kéréseket, amiket kell teljesíteni. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.